Húsvét hétfőn locsolkodni érkeztek Kiskunhalasra a Kisszállási Piros Muskátli Tánccsoport tagjai. A csapatot a Pásztortűz Egyesület hívta meg egy hagyományos locsolkodásra, amelyről a tánc sem hiányozhatott. A fiúk verbunkot fognak táncolni, és utána egy jó nagy vödrös locsolással folytatjuk, majd a gyerekeknek a műsora következik. Picikék és egy picit nagyobbak fognak táncolni. Mi igazi falusi gyerekek vagyunk, úgyhogy mi a hagyományoknak élünk. Mi nagyon szeretjük a húsvétot, a locsolkodást, a jó főcsunkát és a tojást. Otthonról érkeztünk, otthon vártuk a locsolókat, először főleg a kislányok nagyon várták, hogy sok-sok fiú jöjjön őket meglocsolni, úgyhogy ez a napfénypontja igazából. A tánccsoport tagjai nem csak a jeles napok alkalmával, hanem az egész év folyamán fontosnak tartják a hagyományok ápolását és továbbadását. Én gyerekkorom óta táncolok, és én szeretném a gyerekeknek is átadni ezt, hiszen mégiscsak magyarok vagyunk, és mégiscsak kellene őrizni a hagyományokat, úgyhogy én próbálom a picikéket is erre tanítani. Mit szólsz ehhez a halasi kezdeményezéshez, programhoz? Nagyon örülök neki, már néztem tavaly előtt is, hogy ez milyen jó móka lehet, mondjuk nem feltétlenül annak a lánynak, akit meglocsolnak, de én nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mi is itt lehetünk idén. A halasi locsolkodást a közmédia televíziós tábja élőben közvetítette, így a nézők országszerte részesei lehettek ennek az eseménynek. Én már a harmadik éve járunk ide Kiskunhalasra nagy-nagy szeretettel, én már tudom, hogy mi fog következni, tudom, hogy nem lehet elkerülni az elkerülhetetlent, úgyhogy fiúk, szabad locsolni! A Pásztortűz Egyesület locsolkodós programjának már több mint 15 éves múltja van, és a kezdetekkor maguk a szervezők sem gondolták volna, hogy ekkora hagyomány lesz belőle. 16 éve majdnem, hogy ez volt az első komolyabb rendezvényünk, egy húsvéti locsolkodás, akkor még lovaskocsival, és akkor is elindultunk. Azt gondoljuk, hogy a húsvét, a karácsony és a pünkösd nyilván nagyon fontos ünnepek. Mi a nem a szakrális, hanem a profán, a népi kulturális részével tudunk ugye becsatlakozni, és újra éleszteni ezt a hagyományt. Gyakorlatilag egy kísérletként indult el ez a mi részünkről, hogy mennyire vevők erre az emberek. És azt láttuk, hogy évről évre egyre többen jönnek. És amikor kijelöltük ezt a helyet, akkor nem voltunk abban olyan nagyon biztosak, hogy ide bárki ki fog jönni majd, és meg fogja tekinteni a mi húsvéti locsolkodásunkat, akármelyik tánccsoporttal jövünk. Most ugye a Kisszállási Piros Muskátli tánccsoport volt soron. Nem voltunk abban annyira biztosak, de hát a halasiak már gyakorlatilag kérik is tőlünk évelejétől kezdve, hogy ugye majd fogunk találkozni a húsvéti kútnál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is fontosnak tartjuk, és hát persze a néphagyományaink miatt is. Szalagok, virágok, tojások díszítik a városi kutat, ami nem véletlenül lett a locsolkodás helyszíne. Egy kárpát-medencei szokás, ugye a csángóknál, Székelyföldön, illetve a sváboknál volt gyakorlatilag ez egy ilyen népszokás, a kutatnak a feldíszítése. A kutak megtisztítása viszont mindenhol, így Kiskunhalason is nagyon fontos volt. Ugye egyrészt a kutak tisztelete nagyon nagy volt, hiszen életet adott, vizet adott, emiatt is nagyon fontos volt. Azért is fontos volt, mert valamiféle ősi szimbólumot láttak gyakorlatilag a vízben is, és a kútban is elődeink, ezért aztán megtisztították, feldíszítették bizonyos helyeken. Mi meg úgy gondoltuk, érkezett az Egyesület tagságából ilyen felvetés, javaslat, hogy mi lenne, hogyha mi is feldíszítenénk úgy, mint annak idején a régiek, vagy úgy, ahogy a csángók teszik. A lényeg az, hogy minél látványosabb legyen, ugye? Valami szalagot tegyünk rá, valami zöldet tegyünk rá, valami emlékeztessen a húsvétre, ugye nekünk van karácsonyi kutunk is, azt már gyakorlatilag már mi találtuk ki, hogy legyen karácsonykor is valami. Részben azt gondolom, az is valamiféleképpen kötődik a német szokásokhoz, de azt gondolom, hogy itt a Kárpát-medencében gyakorlatilag minden
egyfajta magyar hagyománnyá is válik. Ettől szép a magyar hagyomány, hogy sok mindent magába tud olvasztani, sok mindent feljebb tud emelni. Ilyen a húsvét is, hiszen nagyon sok szokást vettünk át innen-onnan. Eleve indultak pogány szokásokból, eleve van egy vallási, egy szakrális, egy egyházi szokásrend is természetesen, a gasztrokulturális része is nagyon fontos nagyon sok ember számára. Úgyhogy gyakorlatilag mi is így vesszük ezeket a hagyományokat, hogy innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit. A húsvéti locsolkodásnak ősi hagyományai vannak, és ezekre emlékezünk mi is minden évben. Van egy evangéliumi rész, ugye, hogy állítólag, amikor Krisztus sírjához ellátogattak a nők, akkor a katonák lelocsolták őket, akik őrizték Krisztusnak a sírját, de hát nyilván van egy termékenységi szokásrendje is ennek a dolognak, ugye a víz, a tojás, így épül be a húsvétba, ami gyakorlatilag a tavasz kezdete, a természetnek az újjáéledése, és hát erre emlékezünk ilyenkor a vízzel való locsolásra. 17. századból már vannak leírások azzal kapcsolatban, hogy a Kárpát-medencébe, vagyis hát az akkori Magyarországon már locsolkodtak az emberek. Ott vajon a nyelvig a sok rózsa, úgy